Szüleimtől sokat hallottam a mérnök úrról. Emlegették, hogy 56-ban beszédet mondott a városháza előtt a nagyszödör. Édesanyám 16 éves lányként nagyanyámmal együtt a múzeum sarkánál a tanyai ember tiszteletével figyelte a csodát és hallgatta a szónokot, hogy egyáltalán ez megtörténhetett a Rákosi korszak után. 1985-öt írtunk, magyar szakos tanárjelöltként diplomamunkámat írtam Kiskuhalas helyneveiből. Akiket a témáról megkérdeztem, azt mondták, hogy erről pedig a mérnök úr Nagyszeder István tud a legtöbbet. Még él, és hol lakik? Az mindegy, úgysem fog segíteni. Eléggé összeférhetetlen ember. Azért megpróbálom. Tábor utca, kiküldte magát. Amikor látta, hogy alsószállási gyerek vagyok, amikor egyeztettük az alsószállási tanyákat, akkor már nem volt visszaút, segített. Hosszú beszélgetések következtek, és most már nem csak az utcanevekről. Dolgozó szobájában előkerültek kiadatlan térképek, jegyzetek, halas múltja egyetlen helyiségben. Idős korára is mérnök maradt, keveset írt, a pontosságot mindennél fontosabbnak tartotta. Idézem, nem szeretem, ha visszabeszél, mondta sokszor, ha a leírt gondolatokról esett szó. Említettem, hogy október 31-én beszédet mondott. A beszéd szövege fennmaradt, szó szerint idézek belőle. Ezek a falak, a városháza falai még emlékeznek ezekre a szavakra. Halas népe, magyarok! Mélységes alázatossággal küldjünk egy néma, de egész lényünkből fakadó megigazult fohászt az egek urához, aki megengedte érnünk a mai napot. A második néma fohászunk legyen azoké, akik az Úristen akaratának földi munkásai, földi létük legtöbbjét, életüket áldozták a haza, a magyar, a mi szabadságunkért. Az ő haláluk emberi léptékkel nem mérhető lelki erejük, a szabadságra vagy halálra feltevő világot bámulatba ejtő hősiességük, a kizárólagos oka annak, hogy ma itt állhatunk, újra együtt lehetünk. Az Úristen után övé ki a hála, s hajtsuk meg néma csendben egy pillanatra fejünket emlékük előtt. Igen, ezek a szavak Nagyszeder István szavai, aki nem csak mérnök volt, hanem jogot is ő hallgatott, és magyar tanárként őszinte tiszteletem ezekért a gondolatokért, amelyek minden retorikai követelménynek megfelelnek. Nagyszeder István beszédének többi része az országos célkitűzések megfogalmazása. Szovjet csapatok kivonása, Varsói szerződésből való kilépés, március 15 és október 23 legyen nemzeti ünnep, a sajtó legyen keresztény, nemzeti és emberi. Szó szerint idézem a beszédet tovább. Demokráciát akarunk, annak minden íratlan és írott szabálya szerint. Csűrés, csavarás, mellé magyarázkodások feltétel nélküli kizárásával az egyedüli és végső döntés és ellenőrzés joga kizárólag a magyar népet illeti, Kossuthi értelemben a nép egyetemét. Szabad választások, titkos jelölést követően titkos választás. Az 56-os forradalom rövid ideig tartott. Nem volt idő országos választások megtartására, kampányra, programok meghirdetésére. A pártok viszont újjá alakultak. Hogy melyik pártok? Mindenki tudta, hogy 1945-ben mely pártok voltak jelentősek. Kommunisták és szociáldemokraták, kisgazdák és parasztpártiak. Választásokat azonban csak halason tartottak. 1956. november 1-én 6 órakor megkezdődtek a választási előkészületek a Városházán. Az urnák és a választási ívek szétosztása után a jelöltek is a szavazók körzetekben foglalták el helyüket. 8 órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, és elindult a titkos voksolás. A választás rendben zajlott le, és több körzetben is 100%-os volt a részvétel. Közel 16 ezer ember szavazott, mely végül a kisgazdák elsöprő győzelmét és a kommunisták csúfos bukását hozta. A szavazatarány, bár szerintem a jelenlévők már kívülről tudják, a Független Kisgazdapárt 76%, az SZDP 14%, a Nemzeti Parasztpárt 6%, és az akkori egyetlen állampárt mindössze
4%-ot kapott a Magyar Dolgozók Pártja. Késő délután a Városháza hangos bemondóján Nagyszeder István közölte az eredményeket. A Városi Tanács kommunista vezetése viszont semmi jelét nem adta, hogy a választás végkifejlete miatt átadnák a hatalmat. És ennek még később jelentősége lesz Nagyszeder István életében. Aztán következett 1956. november 4-e, éjfélkor a forgószél hadművelet megindításával elkezdődött Magyarország szovjet katonai megszállása. Ennek keretében a Dunán inneni területeket, így Kiskunhalast is, a szovjet 8. gépesített hadsereg hadosztályai zárták meg. 2:30 hajnalban a posta elé érkezett 3 szovjet harckocsi, és megszállták az épületet és a főteret. Egész nap szovjet repülők voltak a város légterében. Délre befejeződött a város szovjet megszállása, ellenállás nélkül. Napközben az elmenekült kommunisták egy része visszatért a városba. Este a Rejle Géza tanácselnök és Topor István járási pártitkár elmentek Nagyszeder Istvánhoz, és megköszönték neki a segítséget, hogy nem történt fegyveres atrocitás a történelmi napokban Kiskunhalas városában. És vajon mi lett a jutalma annak az embernek, aki rendet tartott városunkban? Annak az embernek, aki 60 évvel ezelőtti november 1-én is hitt a demokrácia mindenhatóságában? Mi lett a jutalma annak az embernek, aki ellenezte a fegyveres ellenállást a bevonuló szovjet harckocsikkal szemben? 1958. november 25-én a legfelsőbb bíróság másodfokú ítélete. 2 év és 4 hónap szabadságvesztés. 3 évre 1-es jogoktól eltiltás, 1000 forint vagyonelkobzás.